Nagyon kényelmesen. Lazuljunk el, lélegezzünk nyugodtan, és engedjük el a magunkkal hozott gondolatmeneteket. Eszméljünk föl itt a jelenben, a terem érzetében, a társaink jelenlétének érzetében, és a meditáció testhelyzet érzetében, belső érzetében. Rendezkedjünk be otthonosan. Érezzük, hogy megszabadulunk egy csomó dologtól. Föllélegezhetünk, itthon vagyunk, szabadok vagyunk. Nem kell a külső viszonyítási pontokhoz igazodnunk. Nincsenek követelmények, nincsenek elvárások. Tökéletesen azok lehetünk, akik vagyunk. És érezzünk egy rendítetetlen magabiztosságot, egy megalapozottságérzést itt a jelenben, helyünkön. Méltóságérzést, mint egy hegy ülünk, megingathatatlanul, teljes súlyunkkal a földön. És ez ugye, hogy van jó, nagyon jó. Gyémánt úton, tehát azt mondtuk, hogy mindenkit, minden jelenséget, nem csak mindenkit, minden jelenséget a buddhák kifejeződésének, megtestesülésének látunk. Ez az alapvető szemlélet. Tiszta látomásnak, vagy tiszta szemléletnek is hívjuk. Most ehhez kapcsolódóan meditálunk. Gondoljuk ezt a gondolatot, és válasszunk ki valakit, akit jól ismerünk, és gondoljunk rá ilyen módon, hogy ő is Buddha. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy tökéletes lény, tökéletes. Tökéletes lény, és gondoljunk rá ilyen módon, hogy egy tökéletes lény tökéletes tulajdonságokkal, olyanokkal, mint határtalan szeretet, együttérzés, bölcsesség,
és próbáljuk ilyen módon meg is nyitni magunkat ő feléje. Tehát ne csak a gondolatainkkal gondoljuk, hanem viszonyuljunk hozzá ilyen módon most a meditációban. És próbáljuk felidézni azokat a ő személyes tulajdonságait, amelyek megerősítenek bennünket ebben a szemléletünkben. Hogy valóban ő milyen jeleit mutatja a bölcsességnek, egyetemes szeretetnek, vagyis nem csak esetleg mi irántunk, vagy egyes valakik iránt tanúsított szeretetnek, hanem hogy nagyobb, mondjuk szélesebb látóköre is van. Nyissuk meg magunkat szeretettel, gyöngétséggel irányában, és fogadjuk el, hogy tényleg ő egy Buddha. És természetesen vannak ugye beidegzett szokásaink, hogy ő benne látunk bizonyos fogyatékosságokat, hibákat, stb. Azokat pedig tekintsük úgy, hogy az egyszerűen a mi tudatunk által őrá ragasztott bélyegek. Ezek olyan dolgok, amiket igazából mi találunk ki. Ez nem az ő hibája, hanem mi találtuk ki, és mi ragasztjuk rá. Tehát mi nem vagyunk képesek látni az ő tökéletességét, kizárólag az nem az ő hibája, az a mi hibánk. A mi elferdült látásmódunk következménye.
tehát ehhez kis magyarázat. A tudat önmagában megfoghatatlan, akár az üres tér, és csak a test segítségével képes bármilyen helyes vagy helytelen cselekvésre. Még a köztes létben, a bardóban is rendelkezünk egyfajta álomszerű testtel, ami lehetővé teszi az egyik létből a másikba történő átlépés különféle állapotainak megtapasztalását. Ugye, tehát most fizikai testünk van, amikor meghalunk, a tudat elhagyja a fizikai testet, akkor a fizikai test ugye egy puszta holttesté válik, és viszont a tudat, amely elhagyta a testet, az megy tovább, úgymond, tehát az nem szűnik meg létezni, működik tovább, és akkor egyfajta elképzelt, mondjuk így idézőjelben, elképzelt teste van, tehát úgy érzi továbbra is, hogy van teste, még ebben az állapotban is, amikor nincs fizikai teste. Akkor is úgy érzi, hogy van teste. Hasonlóképpen az álomhoz, amikor alszunk, álmodunk, akkor is ugye úgy érezzük, hogy az álomban van egy aktív, tevékeny testünk, és ugye nem kötődünk ugye érzésben, gondolatban a fekvő, alvó, inaktív testhez, hanem van egy aktív testünk, amellyel cselekszünk. Tehát van egy érzetünk, egy testérzetünk, egy testképzetünk van. Tehát ehhez hasonló ugye a halál utáni állapotunk is. Amíg a tudat és a test együtt vannak, érzékszerveink és a hozzájuk kapcsolódó érzéktudatok segítségével képesek vagyunk a jelenségvilág észlelésére. Ja. Tehát ugye, amíg a test és a tudat együtt van, itt ez most a fizikai testre vonatkozik, akkor vannak érzékszervek. Igaz, látunk, hallunk, tehát szemünk van, orrunk van, fülünk van, és a többi. Tehát érzékszerveink vannak, és az érzékszervek ugye a révén a tudat észleli a jelenségeket, külső és belső jelenségeket, és a tudatnak az érzékekhez kapcsolódó úgynevezett érzéktudatok, tudatai érzékelik el. Tehát ezek végzik el ezt a funkciót. Tehát a tudatban vannak különböző funkciók, úgynevezett érzéktudatok, amelyek, ez is ugye szám szerint ugyanannyi, mint az érzékszervek, tehát van látástudat, hallástudat, szaglástudat, ízléstudat, testtudat, és ezek ugye ezek észlelik az érzékszervek által közvetített ingereket. Ja. Az érzéktudatok feladata mindössze az, hogy észleljék a hozzájuk kapcsoló érzéktárgyakat, vagyis a formákat, hangokat, illatokat és a többi, anélkül, hogy bármit is hozzájuk adnának. Tehát eddig ugye az érzékelés, mondjuk így, hogy feltétel nélküli. Tehát ugye meglátunk valamit a szemünkkel, igaz? Tehát a szemünk ránéz valamire, és akkor ugye látunk valamit, ez azt jelenti, hogy az érzék tudatban megjelenik a forma, az alakzat. Ja. Eddig minden rendben van. Azonban itt jön egy következő lépés, hogy a tudat bonyolítani kezdi a puszta érzékelést. A tudat bonyolítani kezdi a puszta érzékelést, és így és elkezd gondolkozni. Ja? Elkezd gondolkozni. Ez a tudatnak egy következő funkciója. Tehát vannak az érzéktudatok, és aztán van egy következő funkció, ami az érzéktudatokat elkezdi manipulálni, bonyolítani. Ja? Tehát megláttunk valamit, eddig rendben van, eddig nem volt semmiféle elferdítés. Tehát az érzéktudat nem ferdíti el a látványt, viszont jön ez a manipuláló, bonyolító tudat, ami viszont ezt a látványt, ami már az érzéktudatban van, elkezdi
hasonlítgatni, magyarázni, bonyolítani, szelektálni, osztályozni, és így tovább. Tehát ilyeneket mond. Ez szép, ez csúnya, ez árthat nekem, ez kellemes lesz számomra. Ja? Ja? Tehát ezek, mik ezek, mondjuk így, hogy szubjektív vélemények már, amiket hozzáfűzünk a puszta tárgyi érzékeléshez. Hozzáfűz a tudat. Ez a hetedik tudat. Ja, ez már a hetedik tudat. Ja? Hozzáfűzi a tárgyakhoz. Tehát a szubjektív véleményeket, amelyek végül a karma felhalmozásához vezetnek, nem a külső tárgy, a szem vagy a látás hozza létre, hanem a tudat. Ja? Mit jelent ez, hogy a karma felhalmozásához vezetnek? Azt jelenti, hogy például ugye valaki ugye ránéz valamire, és akkor azt ugye nem tudom, mondjuk a boltban, áruházban ugye az ember ránéz valamire, és akkor azt megkívánja, és akkor eldugja, ellopja. Ja? Ellopja. Meg ránéz, az addig rendben van. De utána megszületik benne, fú, ez kellene nekem, de ennyi pénzem nincs, meg nem akarok ezért pénzt adni, most nincs itt senki, nem látja senki, megfogja az ember, ugye, és akkor elrakja. Ja? Tehát ilyen módon direkt karma felhalmozáshoz vezet, vagyis ugye az ember elkövetett egy lopást, ami a lopás ugye vissza fog hatni ő rá a jövőben, ugye, mint karmikus következmény. Ja? Tehát ezt jelenti az, hogy karma felhalmozásához vezet. Ja? Tehát ezt viszont már a tudat teremti, nem a tárgy. Sem a szép, sem a visszataszító jelenségek nem rendelkeznek olyan benne rejlő tulajdonságokkal, amelyek képesek lennének akár örömet szerezni, akár ártani a tudatnak. Ja? A szépet és a csúnyát egyaránt a tudat hozza létre. Így ezek a fogalmak pusztán a tudat kivetítései. Ja? Tehát ezen is érdemes egy kicsit meditálni. Például, gondolom senkinek nem volt még szerelmi csalódása, akinek esetleg volt, vagy hallott már ilyesmiről, az most elvégezhet egy meditációt, vagy moziba látott ilyet, az elvégezhet is egy meditációt. Ugye az ember, most üljünk és meditáljunk, és gondoljunk arra az emberre, ugye, akiben szerelmesek voltunk ezelőtt pár évvel, vagy nappal, és egyszerűen jelenítsük meg őt, hogy milyen kedves volt akkor, amikor találkoztunk, milyen aranyos volt, mennyire szerelmes volt belénk, mindennel elhalmozott bennünket, és a többi, és a többi. Ja? Tehát ezt a nagyon kellemes, ebben a kellemes fényben, ugye, ami a szerelmünk elején volt, ebben a kellemes fényben jelenítsük meg őt. Ja? És próbáljuk meg érezni, átérezni szerelemmel, nosztalgiával, mindennel, amit csak tudunk, vágyjal, ragaszkodással, tehát milyen kellemes, milyen csodálatos is volt az akkor. Ja? Majd utána, ugye, eltelt egy kis idő, és akkor csalódást okozott nekünk ez a személy. Mindegy, hogy miért, most ezt nem kell bogozni. Lényeg az, hogy csalódást okozott ez a személy, és utána gondoljunk most rá ennek fényében, hogy akkor hogyan látjuk. Tehát az ember ugye csalódott, megkeseredett, haragszik rá, egyáltalán nem látja őt olyan szépnek, vonzónak, csábítónak, kellemesnek, hanem ugye a csalódás fényében, a rossz hangulat, a rossz kedv fényében teljesen másképp látjuk őt. Igaz? Azt mondjuk, hogy na, megmutatta az igazi arcát. Mondjuk így mondjuk, igaz? Tehát ugye az elején milyen szép volt, és becsapott minket, ugye mézes-mázos csábítással becsapott minket, majd a végén megmutatta az igazi arcát, mondjuk mi, igaz?
A lényeg az, hogy ezt már mi mondjuk. Ezt már mi mondjuk. Tehát ugyanazt a személyt, amikor nagyon szerettük, akkor gondoljunk rá úgy, és ugyanaz a személy később, amikor már kiábrándultunk belőle, vagy csalódtunk benne, vagy kellemetlen emlékeink vannak, tapasztalatokat szereztünk, akkor jelenítsük meg azzal a szemmel is ugyanazt a személyt. Ez nem muszáj, hogy szerelem legyen, lehet ez bármi más, ugye, aki már hosszabb időt élt, ugye sok ilyen érzés vagy tapasztalatot szerezhetett bárkivel kapcsolatban, jó barátság, vagy munkatárs, vagy akár családon belül, ugye mindenféle viszonyok vannak és alakulnak, ugye testvérek között, szülők, gyerekek között, stb. Hát lényeg az, hogy ugyanazt a személyt látjuk más szemmel. Így is mondjuk, hogy más szemmel látjuk őket, igaz? Ugyanazt a személyt látjuk más szemmel. És ne abba a gondolatba essünk, hogy ez egy másik személy. Ja? Tehát, hogy ő, nem tudom én, becsapott minket, hanem most csak ott annál maradjunk meg, az most nem érdekes. Lehet, hogy tényleg becsapott, nem érdekes. Az most nem érdekes. Az a lényeg, hogy akkor hogy láttuk, és később, a csalódás után, hogy láttuk ugyanazt a személyt. Ja? Milyen érzéseket váltott ki belőlünk, meg csak a gondolata is. Ugye a becsapottság, a rászedettség, a kiábrándulás, a keserűség, a szomorúság, a fájdalom, és így tovább. Tehát milyen érzéseket váltott ki bennünk a végén. Ez most, tehát függetlenül attól, hogy kinek a hibája, most ezzel ne foglalkozzatok, csak egyszerűen az elején, ugye angyalnak láttuk, a végén pedig ugye csúnyának láttuk. Ez a lényeg. Ugyanazt. Akinek pedig még ilyen tapasztalatai nincsenek, az boldog ember. Ja. Nos, tehát a szépet és a csúnyát egyaránt a tudat hozza létre. Így ezek a fogalmak pusztán a tudat kivetítései. Ja. Egy másik példa, amin szintén lehet meditálni. Egy bizonyos ember látványa az egyik emberben örömet, a másikban viszont szenvedést vált ki. Ja. A tudat az, ami az érzékelt tárgyakat különféle tulajdonságokkal ruházza fel. Ja. Tehát például ül három fiú egy szobában, és akkor bejön egy lány. Ismerjük a történetet, ugye? Most ebben a lányban az egyik fiú, két fiú szerelmes, a harmadik fiú az közömbös, de a két fiú közül csak az egyiknek a szerelmét viszonyozza a lány, igaz? Nos, tehát akkor milyen ez a lány, ki ez a lány, milyen ez a lány, ugye? Az egyik fiú szemében ő maga az angyal, a másik fiúnak szomorúságot okoz, mert ő vele nem törődik, hanem csak a másikkal, igaz? A harmadik fiúnak pedig
semmi, nem azt nem szoroz, nyomogatja a billentyűjét, és nézegeti az SMS-eit, igaz? Ja? Tehát ugyanaz a személy ugyanabban a pillanatban, ugyanazon a helyen. Ja? Egyik emberben ezt látja ki, másikban azt látja ki, és a harmadikban pedig megint mást lát ki. Ja? Hát ez pusztán ugye a három személy belső hangoltságának ugye a eredménye, és nem lehet azt mondani, hogy ez a személy ilyen, mert hogy lehet ugyanazt a személyt három teljesen gyökeresen más módon látni, hogy lehet. Hát úgy, hogy mindenki a maga szemével látja, igaz? Ja. A tudat az, ami az érzékelt tárgyakat különféle tulajdonságokkal ruházza fel. Ez nagyon fontos megérteni és megjegyezni. Tehát a tudat az, ami az érzékelt tárgyakat különféle tulajdonságokkal ruházza fel. Ezt ugye Hamlet ezt így fejezte ki nagyon frappánsan. Azt mondja, hogy nincs szép és csúnya, illetve jó és rossz. Gondolkodást teszi azzá. A gondolkodás teszi azzá. Tehát a tudat teszi azzá. Nincs szép és csúnya, a gondolkodás, a tudat teszi azzá. Ja? Azáltal, hogy a tudat felruházza a dolgokat különböző tulajdonságokkal. Tehát nem a dolgok, hogy mondjam, rendelkeznek ezekkel a tulajdonságokkal, hanem a tudat fölruházza őket tulajdonságokkal, mert ez az alapja ennek a fajta meditációnak, vagy megközelítésnek, tehát ez az alapja annak, hogy a valóságot láthatjuk mi Buddhának, a valóságot láthatjuk mi ördögnek, valóságot láthatjuk kellemesnek, valóságot láthatjuk borzalmasnak, ja? Tehát a tudat teszi azzá, a tudat ruházza föl. Ja? Ja, mit szóltok ti ehhez? Tehát ez egy nagyon komoly téma, és egy tapasztalati téma. Tehát ez nem kell sok filozófia, tapasztalat. Mindenkinek van nyilván sok tapasztalata az életében, ugye senki nem ma bújt ki a tojásból, itt körülnézek. És mit szóltok ehhez, ezekhez a gondolatokhoz? Ez igen fontos. Tehát a magatok részéről elfogadjátok, meg tudjátok emészteni, be tudjátok vezetni a gondolkodásotokba tényleg, vagy pedig csak azt mondom, hú, ez egy nagyon jó buddhista, bla bla bla, de azért én megtartom a régi gondolkodásomat, mert én abban hiszek, ezt meg nem értem, vagy ezt a buddhisták találták ki. Ja? Tehát ez nagyon fontos, hogy ne, ezt a küszöböt át kell lépni, az a fontos, átlépni. Azt mondjuk, nem csak rábólítunk, hanem az életünkben tényleg be tudjuk ezt vezetni, ezeket a gondolatokat? Tehát például ugye, amint meditáltunk, hogy volt nekünk egy kellemes kapcsolatunk valakivel, és akkor az megváltozott, és akkor az ember az élete végéig azon megy, hogy a másik ezt csinálta, meg azt csinálta, meg hol szúrtuk el, meg mit tudom én. Nem ez a fontos, nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy a tudat változott meg, a tudat változik meg. Ez az elején szerelem van a tudatban, utána pedig fájdalom van a tudatban. És ez az oka, ez a probléma. Ja? A tudatban pedig teljesen, hogy mondjam, ellenőrizhetetlenül változnak a hangulatok és a érzések és a gondolatok. Teljesen kontrollálhatatlanul. Tudod, ez olyan. És amikor szép hangulatunk van, akkor szép a világ. Amikor csúnya hangulatunk van, csúnya a világ. Tessék! Azt szólom hozzá, Lámacsöpel, hogy tudom kötni előző tanításokat, amiket tanultam, de hallottam. Igen. Amely ráruházza az érzékelt dolgokra a esetleges
Igen. Ezt szólom. Hogyan? Ezt szólom. Nem értem az utolsó szót. Ezt szólom hozzá. Ja, ezt szólod hozzá. Ezt szólod hozzá. Így szólod hozzá. Ja. Aha. Uh-huh. Igen? Mégis hol a határ? Mert hogy ezt ugye állandóan érzékeljük és reagálunk arra, amit érzékeljük. Igen. De most ugye egy ilyen érzelmi viszonyban, mint egy párkapcsolat, hogy ilyen nagy, nagy léptékű esemény. Igen. Hogy a hétköznapokban állandóan érzékelünk valamit, és arra érzelmileg reagálunk. Igen. És ebben elveszhetünk. Hogy hol a határ, amikor már azt mondjuk, hogy ebben már nem megyek bele, mert már belevesztem. De mert nem is vagyok közömbös. Nem lehetek közömbös. Nem tudom, mennyire vagyok érthető. Tehát nem akkor... lehetek közömbös azzal szemben, amit érzékelek. Igen. Valahogy a tudatom megmozdul, valami létrejön, viszonyulok hozzá, de hogy ez mégsem vigyen el. Hol az a határ, amikor azt mondom, hogy á, ez már elvisz, és akkor ebben már nem megyek bele. Uh-huh. Nem lehetek közömbös azzal, ami történik. Persze. Benne vagyok. Persze, hogyne. Hogyne, ez így van. Ez így van. Ez így van. Hát ugye a gyakorlás, az azt, hogy mondjam, az abból áll, hogy mindenkinek meg kell találnia a maga módját, tehát azt a módot, amit ő neki mondjuk így, hogy legalkalmasabb az ő alkatához, az ő adottsága, az a legalkalmasabb, hogy ezekkel a helyzetekkel dolgozni tudjon. Ja? Tehát ez egy saját munka kell, hogy legyen, mert hiába mondom, hogy reagálj így, az ember nem képes rá. Tehát az embernek magának kell ezt megtalálnia, hogy milyen módon tudja ezeket a kihívásokat ugye kezelni. Ja? Tehát az élet ugye tele van kihívásokkal, az ember nem közömbös. Nyilván, hogy nem közömbös, nem lehet az ember, és nem is, nem, ugye nem lehet az ember fából, igaz? Ki kell rúgni a hámfából. Ez a második sor zárójelben van. Tehát nem lehet az ember fából, mert az ember nincsen fából, és a meditációnak sem az a célja, hogy az ember elfásuljon, és behúzza a csápjait, és begubozzon, ugye, mint a csiga a házába, és akkor ugye ne foglalkozzon a világgal. Nem, ez, erről nincs szó. Bár sokan félreértik ugye a meditációt, és épp azt mondják, hogy igen, a meditáció ugye, hogy mondjam, érzéketlenné teszi az embert, közömbössé teszi az embert, ugye a különböző szenvedések, nehézségek iránt. Ez nem igaz, ez nem igaz. Tehát a meditáció nem teszi az embert közömbössé egyáltalán. Sőt, a meditáció az embernek, a meditáció által az embernek sokkal elevenebb, élénkebb lesz a tudata. Ja? Mert sokkal inkább a jelenben van. Ja? Tehát erről nincs szó, hogy az ember érzéketlenné váljon. És erre nagyon vigyázni is kell. Nagyon vigyázni is kell, mert ebbe a hibába könnyű beleesni. Hogy az ember megpróbál elmenekülni és érzéketlenné válni a dolgok iránt. Erről nincs szó. Hanem meg kell találni azt a módszert, ami az embernek a legmegfelelőbb, hogy milyen, mondjuk általánosságban véve, milyen módon tud a dolgokkal dolgozni. Ugye itt egyfajta attitűdváltásról beszélünk, attitűdváltás, de annak is ugye a személyhez kell igazodnia. Tehát ugye mondhatjuk, hogy ugyanazt a dolgot négyféle módon lehet tekinteni. Négyféle módon lehet tekinteni. Az első az a hétköznapi ember megközelítése, aki azt mondja, hogy vannak ugye dolgok az életben, amik az életünket kellemessé teszik, kívánatos dolgok, amik kellemessé teszik az életünket. Ezeket meg kell szerezni, magunkévá kell tenni, és akkor az életünk ugye boldogabb lesz. Ja? Ezt mondja a hétköznapi ember. Most jön a következő gondolkodás, amit úgy hívunk, hogy a keskeny útfajta gondolkodás, ami azt mondja, ugyanezekre a dolgokra vannak kívánatos dolgok az életünkben, amelyek
ugye lebilincselnek bennünket, ja, de olyanok, ezek a ugye vágyat keltenek bennünket, lebilincselnek bennünket, de ezekre én úgy tekintek, mint a méz a borotva élén. Ja? A méz a borotva élén, és nem megyek lépre. Nem megyek lépre. Ugye a lépre megy, az is egy ilyen trükkös dolog, nem tudom, tudjátok-e mi az. Ugye voltak ugye régebben a énekes madarakat úgy fogták, hogy a faágra lépet, tehát mézlépet raktak, ragasztottak, és akkor ráült a faágra, és akkor ott maradt. És akkor megfogták. Tehát lépre ment a madár, ugye? Vagy pedig ugye a légy bele ragad a lépbe, igaz? Tehát nem megyünk lépre, nem engedünk ugye annak a fajta csábításnak, mert azt mondjuk, hogy ez olyan, mint a méz a borotva élén, csábít bennünket, de ugye ha lenyaljuk a borotvát róla a mézet, akkor ugye tudjuk, előre tudjuk, hogy annak az fájdalmat fog okozni, igaz? Előre tudjuk már, mert látjuk a borotvát, látjuk rajta a mézet, és tudjuk, hogy a lenyalom, akkor az mi lesz. Most ugye vannak ugye gyermekes alkatú emberek, akik azt mondják, ez most azért már tudom, hogy hogy kell csinálni, most már ügyesebb vagyok, most már biztos le tudom nyalni. És persze nem tudja lenyalni, mert a borotváról nem lehet a mézet lenyalni, de van az emberben ugye fölmerül ez, hogy hát a múltkor nem sikerült, de most már tudom, hogy hogy kell vigyázni. Tehát lényeg az, hogy az ember ugye ezen a módon reagál. A következő, a széles út módszer, munkamódszer, az pedig tovább megy, azt mondja, a dolgok nem érdekes, hogy kívánatosak vagy nem kívánatosak, mert minden dolog olyan, mint a szivárvány. Tehát független attól, hogy kívánatos vagy nem kívánatos, minden olyan, mint a szivárvány. Ezért a kellemes dolgokról nem kell lemondani, nem kell őket elkerülni, kellemetlen dolgoktól nem kell félni, mert azok is olyanok, mint a szivárvány. Tehát aki ezen a módon tudja látni, az így dolgozik a jelenségekkel. Ez a széles út, a Mahayana gondolkodás. Aztán van egy harmadik, ugye a gyémántút. A gyémántút pedig azt mondja, hogy független attól, hogy a dolgok kellemesnek vagy kellemetlennek látszanak, ezek mind a bölcsesség megnyilvánulása, az alapvető tiszta bölcsesség megnyilvánulása, ezek mind egy isteni valóságnak, tehát egy magasrendű, egy szakrális valóságnak a megmutatkozásai. Ezért csak is örülni kell nekik. Ja? Tehát ezek különböző módok, amiket körül az ember választhat a maga gyakorlásának megfelelően, és a maga adottságainak megfelelően stílust választhat az ember. Hogyha az a leghatékonyabb módszer, hogy na ez egy, nem megyek lépre, mert ez egy mézcsepp a borotva élén, akkor azon a módon, hogy mondjam, húzom meg a határt, ja? Hogyha azt mondom, hogy olyan, mint a szivárvány, akkor azon a módon dolgozom vele, és akkor föloldódik a dolog magától. Hogyha pedig úgy gondolom, hogy olyan, mint ezek mind isteni jelenségek és a bölcsesség tudat megnyilvánulása, akkor pedig azon a módon dolgozom velük. Ja? Tehát ezek különböző munkamódszerek, ahogyan a jelenség, a kihívásokkal tudunk az életünkben foglalkozni. Ja? Tehát ez a gyakorlásunktól függ. Hogy húzzuk meg a határt, gyakorlásunktól függ. Attól függ, hogy hogyan értjük meg, milyen alkatúak vagyunk, melyik a három stílus közül, melyik az, ami ugye számunkra járható. Most az első, ugye a méz a borotva élén, az ugye a szerzetesi megközelítés. Szerzetesi megközelítés, a szerzetesek azok, akik ugye egyszerű életet fogadnak, azt mondják, hogy kérem szépen mi tartózkodunk attól, hogy belebonyolódjunk a világ dolgaiba, mert ugye a világ
dolgai, ugye bármilyen csábítóak, bármilyen kellemeseknek tűnnek, ezek ugye minket eltérítenek a megvilágosodás útjáról. Ja? Tehát a szerzetesek így, szerzetes életmódnak ez az alapja, ez a gondolat. A Mahajánában ugye lehet valaki szerzetes, de alapvetően nincs szükség erre a gondolkodásra, nincs lemondás, nincs ugye tartózkodás a világba bonyolódástól, hiszen a dolgok mind olyanok, mint a szivárvány, és nem veszélyeztetik a mi megvilágosodásunkat, nem veszélyeztetik. Ja, ha a dolgokat látom, azt a szivárvány természetet, akkor azok nem veszélyeztetik. Azok lehetnek jók, lehetnek rosszak, nem veszélyeztetik a megvilágosodás útját. Ugyanígy a gyémánt úton is, hogyha mindent ugye isteni szakrális jelenségeknek látunk, az sem veszélyezteti ugye a megvilágosodás útját. Ja? Tehát ilyen módon lehet. Most, ha van egy párkapcsolat, párkapcsolatban ugye, ha az ember azt mondja, hogy ez a kapcsolat ugye az ő kihívásaival olyan, mint a méz a borotva élén, ja, akkor legjobb, hogy hívják, csomagolni. Akkor legjobb csomagolni, ja. De hogyha az ember ugye másképp párkapcsolatba be tudja vinni azokat a gondolatokat, hogy ez a másik ember az én anyám volt előző életemben, ja, meg sok előző életemben az anyám volt, és ilyen módon tudok hozzá viszonyulni, tehát egy teljesen már sokkal árnyaltabb. Ja, tehát az első, ugye azt mondom, a másik olyan, mint a méz a borotva élén, ez azt jelenti, hogy vággyal viszonyulok hozzá. Tiszta vágy. Nincs valódi szeretet. De hogyha már valódi szeretet, az azt mondom, ez az én anyám volt, aki nagyon sokat gondoskodott rólam, és most megvan a lehetőségem, hogy ezt viszonozzam neki a kapcsolatunk révén, tehát azt a sok szeretetet, azt a sok gondoskodást, amit tőle kaptam előző életemben, azt én most viszonozni tudom ebben a mostani kapcsolatban, ugye, akkor a kapcsolat nyugodtan folytatódhat tovább. Tehát egy valódi szeretettel, valódi emberi emberséggel, emberi mélységgel telítődik a kapcsolat, és akkor nincs veszély. Akkor hol van veszély? Sehol nincs veszély, igaz? A harmadik szinten pedig a gyémánt út megközelítésben ugyanez a párkapcsolat, azt mondjuk, hogy ez az ember egy Buddha, ez egy Buddha. Buddhák vannak ugye békések, meg haragosak. Lényeg az, hogy ez akár békés, akár haragos, ez mindig Buddha, és én mindig tudok tőle tanulni, és mindig tisztelem. És ezek mind, bármit csinál, az mind a bölcsesség tudat megnyilvánulása. És az mind az én javamat szolgálja. És a kettőnk javát is, mindenki javát. Ja? Tehát akkor ugye a párkapcsolat megmaradhat. Nem kell ugye, hogy mondjam, feladni a párkapcsolatot, hanem új tartalommal telítődik. Tehát egy istennek vagy istennőnek látom a másik, de tényleg, tehát nem úgy, hogy vágy, és istennő vagy, és amikor pedig ugye rossz fát tesz a tűzre, akkor már nem istennő, csak akkor, amikor megjelenik ugye a teljes harci díszben, ugye a hálószobában, akkor ő istennő, de amikor ugye rossz fát tesz a tűzre, azt mondja, hogy most akkor erígy és viszd ki a szemedet, akkor már nem istennő, ugye? Akkor nem istennő. Ja? Tehát ez nem játék, azt akarom, ez nem játék. Tehát ez mindenkinek magának kell látnia, hogy hol tart az ő kapcsolata. Tehát, hogy vágy alapú a kapcsolat, vagy pedig bele tudja vinni az egyetemes, tényleges egyetemes értékeket, a szeretetet, valódi megértés, valódi szeretetet bele tudja vinni a kapcsolatba, vagy pedig még ennél is ugye nagyszerűbb isteni látásmódot tud belevinni, hogy igazából az én párkapcsolatomban. Ugye nagyon sok, több mahászidának ugye párkapcsolatban ugye a nő a gurúja volt. Ja, sok ilyen eset volt.
a guruja volt, tehát szó szerint ugye ezt be tudjuk vinni a kapcsolatba, akkor ez a legjobb, az a legjobb. Ja, de nem lehet, hát ezzel nem lehet játszani. Tehát ez nem arról szól, hogy na, akkor most játszunk. Én most eljátszom azt, hogy nem tudom én, az nem lehet. Tehát ezt tudni kell, hogy hol tartunk, hol vagyunk és mit csinálunk. Nem lehet eljátszani a dolgokat. Ja? Ez a fontos. Ja? Érthető ez vagy? Vagy nem ezt kérdezted? Nem. Csak tudom, hogy én nem voltatok, meg a saját önállításom az elég nagy akadály. Ezzel így vagyunk mindnyájan, tehát ugye itt megint a meditáció, ugye, amihez vissza kell kanyarodni, mert a meditáció az, amiben az ember megismeri magát, és megismeri a tudat önállító mechanizmusait. Ja. Saját tudatunkban az önállítás mechanizmusait a meditáció segítségével tudjuk csak megismerni. Másképp nem. Ugye egy tanár, egy guru ugye segíthet ebben bennünket, a szanga is segíthet bennünket, hogyha eljutunk odáig ugye a szanga életünkben, de meditáció nélkül nem, még egy tanár, egy mester sem tud segíteni, és a szanga sem. Ugye erről is van történet. Volt egy mesternek két tanítványa, és akkor ugye szorgalmas tanítványok voltak, lényeg az, hogy gyakoroltak a mesternél, és akkor egyszer a mester azt mondta, hogy na akkor most menjetek és gyakoroljatok. Most már ne velem gyakoroljatok, hanem mindenki a maga útját kezdje el járni, és tehát folytassátok a gyakorlást, de most tőlem függetlenül, tehát magatok módján. És akkor hozzátette a mester, hogy legyetek természetesek, ez a legfontosabb. Legyetek természetesek. Ja? Ez a legfontosabb. És akkor a két tanítvány elment, és az egyik tanítvány ugye azt mondta, hogy legyünk természetesek, ezt mondta a guru, ez azt jelenti, hogy hát én mivel hogy még nem vagyok természetes, nekem még nagyon sokat kell gyakorolnom, meditálnom, hogy eljussak odáig, hogy természetes lehessek. És akkor elment egy remetességbe, és akkor meditált, hogy valóban le tudja vetközni az önállítás mechanizmusait, meg a ugye különböző dolgokat, amelyek gátolták őt a valódi természetességben, és akkor sok évig ott meditált. A másik ember azt mondta, a guru, legyek természetes. Hát akkor minden szabad. És akkor ő bandita utonálló lett, és akkor lopott, ölt, harácsolt, stb. Ez a természetes. Nekem ez a természetlen, nekem ez esik jól, és akkor ugye ezt gyakorolta. És akkor eltelt jó pár év, és megint találkozott a két tanítvány, és akkor elmesélte mind a kettő az ő értelmezését, és mind a kettő meglepődött, hogy a másik mennyire mást értett ugyanazokból a szavakból, amit a guru mondott neki, és akkor nem értették. Most akkor kinek van igaza? Kinek van igaza? Ugye mind a kettő úgy érezte, hogy neki van igaza, de hát akkor ki dönti ezt el? Hát menjünk el a mesterhez, és kérdezzük meg őt. És akkor elmentek a mesterhez, és akkor a mester végig hallgatta őket, és akkor Kerek Perec kimondta, hogy hát aki elment meditálni, az helyes utat járta, te pedig az egészet elcseszted, nem értettél egy szót se abból. Erre az ember úgy megharagudott, hogy előrántotta a kardját, és ledöfte a gurut. Aztán ennek volt folytatása is még, de lényeg az, tehát tőlünk függ, rajtunk múlik. Tehát a meditáció, és nekünk kell megtalálnunk az utunkat. Tehát nincs olyan, hogy valaki meg kiadja az utunkat, hogy ezt csináld, azt csináld. Az embernek magának kell megtalálni. Tehát egy párkapcsolatban, ami ugye egy nagyon jó, hogy hívják, gyakorló tér, ugye? Nagyon jó gyakorló tér, ugye? Mivel az ember ugye nagyon szoros lelki kapcsolatok, meg minden fizikai lelki kapcsolatok, tehát nagyon komoly gyakorló tér. Tényleg az embernek rá kell találnia arra, hogy én hogyan tudok ezzel dolgozni.
én hogyan tudok ezzel dolgozni. Hát, hogyha a probléma az, hogy ugye, mint a méz a borotvának, akkor legjobb az egészet hagyni. Ezt is az embernek magának kell tudnia. Vagy pedig, ha be tudjuk vinni az egyetemes értékeket, akkor azt kell csinálni, és akkor folytatódhat a párkapcsolat. Ja? Ja? És így vagyunk minden mással is, persze, minden mással is így vagyunk. Ja? Tehát az elsőt így hívják, hogy a lemondás útja, igaz? A második pedig a szeretet és együttérzés útja, a harmadik pedig ugye a tiszta látásmód útja, a szakrális látásmód útja. Ez a három lehetséges út van, de persze ezen belül annyi út, ahányan vagyunk. És az, hogy, ahhoz, hogy tisztába jöjjünk azzal, hogy mire vagyunk képesek, ahhoz önismeretre van szükség, az önismeret pedig a meditációból jön. Máshonnan nem kapunk ilyenfajta önismeretet. Ez nem, hogy hívják, tesztel, ezt nem lehet megállapítani. Te ebbe a kategóriába tartod, te abba. Ilyen nincsen. Tesztekkel, személyiségtesztekkel, ilyesmikkel, ezt nem lehet. Nem lehet megoldani. Ja? Mert mindenkinek saját útja van. Ugye erről szól az egész belsős, mindenkinek saját útja van. Saját útja van, és azt neki ugye az adott tanítások és módszerek felhasználása mellett, ugye, ahol jó tanácsokat, meg ugye útmutatásokat kap az ember természetesen, de végső soron a saját útját mindenkinek magának kell járnia. Ja? Nincsenek, hogy hívják ott. Közös utak. Nincsenek közös utak. Igen? Na, nekem az jutott eszembe, még egy picit korábban, hogy arról beszéltük, hogy a tudat nagyon sok mindent hozzáad, ugye a visszanyúlásainkat hozzáadja ezeket az észlelt dolgokhoz. Tehát valószínűleg akkor ugye ennek az ellenkezője is igaz lehet, hogy egy csomó mindent észlelünk, amit viszont ugye nem tudatosítunk, vagy nem engedi meg a tudatunk, hogy eljusson ugye addig, hogy úgymond észleljük. Ja. Hogy de ez is egy nagyon érdekes dolog lehet, ugye, hogy valójában akkor ezzel lehet azt mondani, hogy jéghegynek a csúcsát látjuk, és ki tudja, hogy van valójában. Igen. Hétköznapi például egy eszembe jutott, hogy például, hogy néhány óra alatt egy átlag embert meg tudnak tanítani auralátásra, ugye azzal, hogy egyszerűen a Balagy-féltekről, nem tudom, hogy tudományosan ez olyan pontosan, de hogy kicsit dolgoznak azon, hogy kikapcsolja az ember azt a racionális gondolkodást, ami ugye nem engedi meg azt, hogy ott van az információ, látom, de mégsem engedem meg ugye, hogy lássam, tehát, hogy... Meg Lámos, jól emlékszem, Lámos mesélt nemrég erről egy példát, hogy állt valahol a Tari autó, itt valahol a környéken is. Ja, itt a ház előtt. Aha. Itt állt a ház előtt, ja. Én ott álltam mellette, és nem láttam az autót. Ott álltam 20 centire az autótól, és nem láttam az autót. Ja. Még mentünk kifelé, és ott álltam az autón, és kérdeztem, hogy hol áll az autó. Mert soha nem láttam, hogy ide bejön az autónk, hanem mindig kint az utcán hagytuk, onnan bejöttünk, és az, hogy bejött, behozta valaki, tudtam nélkül. Ja, behozta valaki az autót. Az egyszerűen nem szerepelt ugye az én tudatomban, mint lehetőség, és ezért egyszerűen nem láttam az autót. Nem láttam az autót. De még úgy sem, hogy valami van ott, tehát egyszerűen nem, semmi. Kimentünk és kérdeztem, ott álltam az autó mellett. Nagy autó, nem ilyen kis, nem zsebautó, hanem egy rendes nagy autó. Ott álltam mellett és megkérdeztem, és akkor hol áll az autó? És már így vizualizáltam, hogy valahol ott kint. És azt nem vizualizáltam, hogy itt áll mellettem. Ez így van pontosan. Tehát ugye a tudat, a szelektál, a
a szokásainak megfelelően szelektál. Tehát ez is egyfajta rávetítés, mert a tudatból jönnek a szokások, és a szokás minták alapján választjuk, szelektáljuk az információt, amit beengedünk. Ja. Ez így van. És amit beengedünk, azt aztán plusz még megcsavarjuk. Ja? Azt plusz jól megcsavarjuk. Tessék? Hát akkor túl sok önálló dolgunk nincs is. Mert ugye eleve a fogás mintákat, azokat kapjuk. Kapjuk? Igen. Tehát, honnét? Hogy a külső környezettől kaptuk a szokás mintákat? Szokás mintákat tőlem. Külső környezettől kapjuk? Hát, mi építjük föl? Ma azt mi építjük föl? Mi építjük föl a szokásmintákat? Mindent a tudatunkban mi építjük föl? Természetesen van külső ráhatás, hogy ne? Persze, hát ugye az iskolával, stb. Neveltetés, stb. De végső soron mi építjük föl? Mindent mi építünk föl. És hozzuk magunkkal már az előző életekből is, vagy magát a mintát, vagy pedig a rávaló hajlandóságot. Ez a karma. Ja. De nyilván a külső ráhatásnak nagy szerepe van, tehát amit ugye például Magyarországon, ugye még az is, hogy mikor, ugye valaki 50-es években volt gyerek, 60-as években, 80-as években, vagy mostanában ugye mindig ez is változik, ugye, hogy mire tanítják, stb. Nyilván a külső, vagy pedig egy másik országban, valahol egész máshol lakik, és ott gyerek. Tehát nyilván egy csomó, ugye a külső ráhatásoknak is nagyon nagy szerepük van, de hát végső soron ugye mi építjük fel a tudatunkban ezeket, mi építjük fel. Ja. Miért? Mit akartál mondani? Hát, hogy mennyi a megoszlás, ami önállóan megy, de most már kezdem érteni, hogy hát elég sok rajtunk múlik. Tehát, hogy hiába... Végső soron rajtunk múlik, persze. Tehát akkor sem tudnának rávenni, hogy ugyanazt csinálja. Tehát, hogy hiába a külső... Igen, végső soron rajtunk múlik, mert például ugye itt vagyunk mondjuk itt Budapesten, és ide jön valaki egy teljesen más kultúrából, ide jön egy tibeti például, Tibetből, vagy ide jön valaki Ausztráliából, vagy Dél-Amerikából, vagy valami, és egész mást észlel, mint mi. Ugye hiába van a külső ráhatás, mert megvannak az ő belső szokásmintái. Ja? Azokat ő ugye tehát karmikusan, nem véletlen, hogy ő abban a helyzetben született, például ő mondjuk Dél-Amerikában született, az sem véletlen, igaz? Hanem az is karmikusan történt, és akkor ott ugye neki megvoltak az adottságai ahhoz, hogy olyan fajta dolgokat tanulja meg, amiket ott tanítanak, és akkor azzal a szemlélettel jött ide, és akkor egész más lát, mint például egy itt lakó ember, igaz? Erre gondoltál? Jobban értetted a saját kérdésemet, mint... Én jobban értettem a kérdésemet, mint te. Előfordul ilyen. Igen, akkor? Nekem most ezzel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy valami olyasmire hogy? Kérdésem, hogy hallottam a rádióban ilyen történetet, ő örökbefogadó gyerekektől. Igen. Hogy felnőttként megkereste a családját. Hogy? Hogy felnőttként örökbefogadott gyerek megkereste a valódi anyukáját, mert nagyon foglalkoztatta, hogy igen. Honnét származott és a gyökerei. És még a rádió riportból is hallani lehetett, mert ez egy élő. Egy felvételről ment, és a riport készítő hölgy az belement, amikor először találkozott a aha. valódi anyukájával. És ott ő nagyon erősen szembesült azzal, hogy a külső környezeti hatások az ő életét jelentették.
valami olyat hoztak létre számára, amit a valódi anyját valószínűleg soha nem kapott volna meg. És az ő személyes életében, meg az érzelmében ez jelentős szerepet játszott. Tehát a túlsó környezet is valószínűleg fontos. Tehát magunktól nem várunk csak úgy akármit. Tehát ha mondjuk gyerekként várunk, tehát azért nem minden a saját működésünk. A mintáink kialakulása. Már karma nyilván. Igen. Hát ez olyan, hogy nem, hát ez nem tudatos. Nem tudatosan megy, ez nem tudatosan. Ezek bonyolult dolgok, ezt nem lehet ennyire szét, hogy hívják, darabolni. Tehát ezek nagyon bonyolult dolgok. Mintán. Tehát többszörös, többsíkú, többrétű dolgok. De végsősorban az ember maga, mert a karmánkért mi vagyunk felelősek, és az alján a karma van. Karma van az alján. És ez nagyon fontos, ez nem szabad elfelejteni, mert ha ezt elfelejtjük, akkor összekuszálódik minden. Ja, és akkor ugye másokat teszünk felelőssé, ugye a mi dolgainkért, az pedig senkinek nem jó. Nekünk legkevésbé, mert ugye, mert akkor megoldhatatlanná válik a probléma. Ez a szokásunk, hogy másokat teszünk felelőssé a mi dolgainkért. Eleve kiadjuk a lehetőséget a kezünkből, hogy megoldhassuk a problémát. Ja? Tehát ezért nagyon fontos, ezért ugye a tudatról szóló tanítások nagyon fontosak. A tudat az a miénk. Amíg értjük és minél inkább megértjük, hogy a tudatunk mennyire felelős mindenért az életünkben, addig a mi kezünkben van a megoldás lehetősége. Mert a tudat a miénk. De azt kiadjuk a kezünkből, és azt mondjuk, hogy nem én vagyok a felelős, hanem ő, vagy az, vagy amaz, abban a pillanatban elloptuk magunktól a megoldás lehetőségét, mert ő, meg az, meg amaz, a fölött nincsen hatalmunk. Ja? Nem, nincs semmi hatalmunk. Hát ez egy tragikus dolog, egy teljesen tragikus dolog ezt a lépést meglépni, hogy más a felelős érte. Ez azt jelenti, hogy eldobtam magamtól a megoldás lehetőségét, teljesen. Tehát ez nagyon, nagyon fontos erre emlékezni, hogy végső soron, amíg én tudjuk, hogy a tudatunk a felelős, addig tényleg meg is tudjuk oldani. A tudatunkon kell dolgozni, és akkor meg lehet oldani. Azt mondom, hogy amaz a felelős, abban a pillanatban vége, nincs több lehetőség. Mert őt nem fogom tudni befolyásolni, hogy oldja meg nekem. Erre nincs semmi lehetőség, hogy valakit így befolyásoljunk. Nincs. Nincs lehetőség. Igen? Azt szeretném kérdezni rám, hogy Marpa az egyik tanításával azt mondta, hogy az érzéki örömöknek az eldobása az hibákig minősül a tantrikus ösvény. Igen. Hogy azt is az ösvény részévé kell tenni. Igen. Tehát a módszert azt nem fejtette ki, de akkor ő erre gondolt, hogy igen. Istenivé kell tenni. Így van, pontosan. Ja. Tehát ugye ez a tantra ösvénye, igen. Tehát a dolgokat nem nagyon lehet keverni, nem érdemes keverni, akkor mi zavarodunk össze. Most egy tantrikus ösvényt járjuk, tantrikus gyakorlatokat végzünk, és közben félünk ugye a jelenségvilágtól, az nem megy. Akkor vállalni kell a jelenségvilágot, és meg kell tanulni azt tényleg, hogy mondjam, átalakítani. Ez a tantrában a kulcs szó, az átalakítás. Úgy, ahogy a lótusz, ugye a lótuszvirág a sárból nő, igaz? Azt a kidugja a fejét ugye a mocsár szennyes vizéből, és makulátlan fehér, igaz? Tehát ő a szennyet, a sarat átalakítja makulátlan gyönyörűséggé. Ja? Mert ez a tantrának a fő jelképe. Tehát az átalakítás. Átalakítás. Most, hogyha a lótuszvirágnak elvágjuk a szárát, hogy ne szívja már a szennyet, akkor az elhervad. Igaz? Hát nem működik. Nem működik. Tehát ez az átalakításnak a jelképe. A lótusz. Ez a tantrának a fő jelképe. És ezt ki kell terjeszteni mondjuk bűnözőkre is? Mindenkire. Tehát, hogyha olyan társaságba keveredek, azt nekem
szentnek kell tudnom látni. Ja, mindenkire ki kell terjeszteni. Hát van ilyen, volt például a Jési Czógyár életében, hogy bent ugye jógini volt, ugye, és egyedül ugye vándorolt, és akkor jött négy rabló, és megerőszakolták. És akkor Jési Czógyár nem vesztette el a kedvét. Ja, hanem utána adott nekik egy tanítást, hogy gyerekek, most ti megkaptátok a négy meghatalmazást tőlem. Jó? Mert az ő világában az történt. Hát ugye egy hétköznapi ember, ugye, aki fél a jelenségvilágtól, vagy pedig vágyik a jelenségeknek örömei, a jelenségek által okozott örömökre, az ebbe tönkre megy, ugye? Ez az a legszörnyűbb dolog, ami történhet, ugye? Megerőszakolják. Nem is egy ember, belepusztul, ugye? Belerokkan egy ember ebbe. És ez ugyanak viszont olyan tiszta volt a látásmódja, hogy azt mondta a gyerekek, itt most örüljetek, mert megkaptátok a négy meghatalmazást tőlem. Jó. Tehát még a rablók, banditák is ugye beleférnek ebbe. Hát mint ahogy tudjuk jól, hát Tilópának is egy prostituált volt az egyik gurúja. És több ilyen volt, sok ilyen volt, nem ő volt az egyetlen. Rablók. Ja. Meg hát Milarépának is az egyik tanítványa vadász volt, akit ugye Tibetben a vadászokat egy szinten kezelték ugye a rablókkal, mert ugye az ölés ugye az volt az életük, ugye, hogy öltek. Tehát teljesen durva lelkű emberek voltak, pont mint a rablók, ugye így ennek tartották őket. Hát meg ugye az életmódjuk az egész ugye olyan volt, és akkor ugye az egyik fő tanítványa, ugye a Kiragompo Dorje, az vadászból lett jógi. Tehát Milarépa nem utasította el azért, mert ő vadász volt, hanem épp ellenkezőleg tanította, meglátta a lehetőséget benne, és tanította Kiragompo Dorje-t. De ez ugye nekünk, ez jó gondolkodni, gondolatébresztő, egyelőre nem tartunk itt, de gondolatébresztőnek ezek jó dolgok. Ne legyenek erős, betonozott előítéleteink a világról, hanem próbáljuk meg a dolgot nyitott szemmel figyelni, nyitott szemmel érzékelni. Ja? Nyitott szemmel érzékelni. Bármelyik pillanatban a legnehezebb, legellentmondásosabb helyzetben is óriási dolgokat lehet tenni is, meg tanulni is. Ja? Bármelyik helyzetben. Viszont ha az embernek előítéletei vannak, akkor ez lehetőséget elzárta. Tessék. És akkor a mi világunk jelen szörnyűségeinek hogy örüljünk most? Tekintsük őket haragos istenségeknek, vagy türelmet gyakoroljunk, vagy hogy lehet ezt feldolgozni békésen? Mire gondolsz? Hát a migránsok, Európákért támadások, meg a egyéb. Aha. A nehéz dolgokat. Hát azokat mind egyedileg kell ugye feldolgoznunk. Mindegyik ugye okosan. A fontos az, hogy intelligensen, okosan kell a dolgokat feldolgozni. Nem lehet igazából egy kalap alá lenni a dolgokat. Mindegyik más. Mindenből lehet tanulni, mindenből lehet valamit... tehát minden lehet... minden hajtóanyaggá, üzemanyaggá válhat a gyakorlás ösvényén, ez a fontos. Minden. És
ezen a módon átváltoznak. Csak nem tudom elképzelni, hogy ezeket a gyilkosságokat, terrorcselekményeket, háború előkészítő gyakorlatokat, hogy lehet pozitívan felbogozni. Ugye az embernek a maga részét kell elsősorban nézni ebben. Hát mi az én részem ebben? Ja? Mert van benne részünk, valami részünk, megérint bennünket, fölkelt bennünk indulatokat, vagy gondolatokat, jó-rossz gondolatokat, stb. Tehát ott kell elkezdeni a munkát. Nem ott, hogy ő az így, meg úgy. Ez a médiának a módszere, ugye ez a manipuláció. Nem, én rám hogyhat. Elolvasom, én rám hogyhat. Milyen érzelmeket vált ki, mik a gondolataim, ja? Hogy tudom ezt a helyzetet, amikor én ezt olvasom, és fölkelti bennem ezeket az érzéseket, meg gondolatokat, ezt a helyzetet, hogy tudom én kezelni, megoldani. Tehát ez a fő helyzet. Nem az, hogy én megoldjam azt, hogy ő ott mit csinál, az olyan nincs. De azt a helyzet, hogy én bennem ez. És hogyha ugye dolgozunk magunkon, akkor ezen a téren nagyon sokat tudunk fejlődni. Ja? Nagyon sokat fejlődni. Hát az ember ugye olvas egy szörnyű hírt, és akkor utána ugye megy és vesz egy kalasnyikovot, és akkor megy és bosszút áll. Pedig őt nem is érte sérelem, csak olvasta az újságban. Ugye? Hát vannak ilyen emberek. Vesz egy ízét, hívják ott egy valamit, és akkor megy bosszút állni. Pedig igazából neki semmi köze nincs hozzá. Más szóval durva szinten, nyilván finomabb szinten mindenki kapcsolódik mindenkit. Szóval ezzel kell kezdeni, ezzel. És akkor a másik ember pedig azt mondja, hogy hát más dolgokat vált ki belőle. Lehet, hogy nagyon pozitív dolgokat vált ki belőle. Azt mondja, hogy kérem, a világ szörnyű állapotban segíteni kell, dolgoznom kell azért, hogy jobbá tegyem a világot. Ja? Tehát itt kezdődik a munka. Nem az, hogy általános véleményeket alakítok ki, hogy szerintem így vannak ezek a háborúk, meg szerintem úgy vannak, és akkor ez nem... Mi mindenbe bele tudunk szólni, de nem úgy, ahogy a médiák manipulálnak minket. Mert a médiák pontosan úgy manipulálnak bennünket, na akkor alakítsunk véleményklubokat, meg csatlakozunk pártokhoz, meg mit tudom én, vagy pedig dugjuk be a fejünket a homokba, ja, mert vagy féljünk, vagy haragudjunk, ja, vagy sírjunk, ugye? Ez manipuláció. A médiák manipulálnak minket. És akkor mi azt mondjuk, hogy kérem, én bennem kiváltotta ezt meg ezt az érzést, és akkor most azon, és akkor nézzük, aha, és akkor azt mondom, hogy akarok én most, mennyivel vagyok én jobb annál az embernél, mikor én pusztán azért, hogy elolvastam ezt a két sort, olyan gyűlölet támad bennem, ugye? Akkor hol vagyok én külön annál, ja, aki elkövette, az gyűlölettel elkövetett egy cselekedetet, ugye? Ott egy nagyon kemény helyzetben, ugye? Kemény helyzet, ami nagyon sokrétű kemény helyzet, mert akárhogy, hogyha ő mondjuk egy kiképzett terrorista, hát akkor képzelhetjük, évekig ugye ölésre képezték az illetőt, mind ment át. Végül ugye eljutott oda, hogy mit tudom én, elment bizonyos helyre egy küldetéssel, és akkor tényleg el is végezt. Hát ez iszonyat, egy pokol. Évek óta pokolba élt az illető. Ehhez képest én elolvasok két sort, és ugyanaz a gyűlölet megjelenik bennem, ja? Akkor most én mennyivel vagyok különböző nála? Nem? Akkor azt kell mondani, hogy kérem szépen, hopplá, akkor... Na akkor Editke most fog be a szára, ülj le szépen, és akkor most kezdjél el meditálni önmagadon, hogy hol is vagyok, meg az együttérzésem, meg mit is tanultunk eddig, meg hogy is kell ezt csinálni. És akkor azt megoldod, és hogyha megoldottad, akkor ezzel már egy nagyon nagyot lendítettél a világ jólétén. Nagyon nagyot lendítettél a világ jólétén. És megteremted az alapot is ahhoz, hogy lehet, hogy a jövőben, amikor már elég erős válik az ember, ugye akkor tényleg látható módon is be tud avatkozni. Tehát tud olyan dolgokat csinálni, amik tényleg durva szinten, tehát a nagy szinten is, ugye látható szinten is előrendítik a világot. Tehát ezt így lehet.
ez így lehet. Ja. Igen? Eszembe jutott egy mondat erről a Robitól induló beszélgetésről egészen addig, amit az Anti mondott, és te is, hogy a Csőkönyvben olvastam, hogy nincs félelmetes hely a tudaton kívül. És ezen érdemes elgondolkodni mindannyiunknak. Így van. Ja. Nincs félelmetes hely a tudaton kívül. Nincs kellemes hely sem a tudaton kívül. Ja. Ja, jó, akkor valamit lehet, hogy megértettünk ebből a... dologból. Tehát akkor még egyszer, a minden megjelenő formát az Istenség testének látni, ez a teremtés fokozat lényege. Ugye mi ez a teremtés fokozat, ezt ugye tudjátok, a Gyémántúton a meditáció két fokozatból áll, az első az úgynevezett teremtés fokozat, a másik a beteljesítés fokozat. A teremtés fokozat az, amikor az ember a jelenségvilággal dolgozik, és kialakítja a tiszta szemléletet, aminek ugye a rövid leírása az, hogy minden dolgot az Istenség, tehát Buddának látunk. Tehát fölépítünk egy olyan szemléletet, vagy más szóval egy világot, ugye, ahol minden tökéletes. Tehát mindenben a tökéleteset látjuk. Ja? Ezt hívjuk teremtés fokozatnak. A jelenségekhez, mint széphez vagy csúnyához való kötődés, saját természetében oldódik fel. Ja? Ja, tehát ugye erről is beszéltünk, tehát az a szokásunk, hogy a dolgokat mint szépnek, csúnyának látjuk, és ugye kötjük az evet a karóhoz, hogy ez tényleg szép, ez meg tényleg csúnya. Ez egyfajta ragaszkodás csak. Tehát a dolgokat szépnek, csúnyának, szépnek történő megítélésemhez ragaszkodom. Ja? Most a meditációban ez egy nagyon-nagyon fontos dolog kezdettől fogva, hogy tanítjuk magunkat arra, hogy ne ítélkezzünk. Ja? Meditációban nem ítélkezünk. Ja? Most ez nem jelenti azt, hogy ugye hétköznapi életben nyilván az embernek el kell tudni választani dolgokat, meg kell tudni ítélni dolgokat, nyilván. Például az, hogy átmenjek a villamos előtt, vagy ne. Nyilván ezt meg kell tudni ítélni az embernek. Ja? De meg azt, hogy nem tudom, hogy most az a hogy áru, amit akarok venni, az megéri azt, amit kérnek érte, vagy nem. Tehát ez nyilvánvaló, ez természetes. Most meditációról beszélünk, ami kapcsolódik ehhez a témához, amit ma tárgyaltunk, hogy a tudat tulajdonítja a dolgoknak a tulajdonságokat, illetve értékeket. Tehát a tudat. És ez megítélés alapján történik, igaz? Tehát például ugye bizonyos dolgokat jónak látunk, bizonyos dolgokat rossznak látunk, igaz? Most amikor meditálunk, akkor ettől elvonatkoztatunk. Ezt úgy mondjuk, hogy fölfüggesztjük az ítélkezés szokását a meditációban. Ja? Például ül az ember és meditál, ja? És akkor nem buddhista gyerekek rettenetes rajcsúr csapnak az udvaron. Ja? Mert a buddhista gyerekek ilyet nem csinálnak. Ja? Hát az ember ül és meditál, és vagy egy kutya elkezd ugatni. Ja? És akkor, vagy autók jönnek-mennek. Ja? Vagy szirénáznak, vagy dudálnak, vagy
szörnyű dolgok történnek, ja? És akkor az ember ül és meditál, és akkor az ember azt mondja, hogy hú, ez zavar engem, ezek zavaró dolgok, szörnyű dolgok, nem tudok meditálni, mert zavaró dolgok, ugye, léptek föl, ja? Tehát erről van szó a meditációban. Amikor meditálunk, akkor a dolgok csak azok, amik, ja? Azok, amik. Ja? Tehát nem ítélem őket sem zavarónak, sem kedvezőnek. Ja? Hát ülök és meditálok, akkor mi történik? Hallok például egy kutyaugatást, és akkor csak annyit mondok magamban, nem azt mondom, hogy ez a kutya ugatás most zavar engem, most szeretnék meditálni, minek ugat ez a kutya pont most, igaz? Hanem az ember azt mondja, amikor meghallja a kutya ugatást, hogy azt gondolom hallok, csak ennyit mondunk magunkban, azt gondolom hallok. És nem bonyolítjuk tovább, nem mondjuk azt, hogy azt hallom, hogy a kutya ugat, vagy hogy a kutya hangosan ugat, és a kutya ugatás zavar engem. Nem, hanem egyszerűen azt mondom magamnak, azt gondolom, hallok, kész, ennyi. És itt megállunk. Ennél tovább nem bonyolítjuk. És akkor szépen visszamegyünk megint a meditációnkba. Ja? Utána történik valami más, látok valamit, például ülök nyitott szemmel, és akkor egyszer csak valamit, tudom, elszáll egy légy a szemem előtt, és akkor meg ez tudatosul bennem, ugye? Mert nyitva van a tudatom, nem vagyok egy eltompult állapotban, természetesen tudatosul, és akkor ugyanígy azt gondolom, látok. Nem azt mondom, hogy itt ez a légy, és pont most repült el ez a légy, azért és nem tudok meditálni el. Tönkretette a meditációmat, pedig milyen jól ment. Ja. Ja. Tehát nem bonyolódunk bele, hanem csak azt mondjuk, hogy azt gondolom, látok. És abban a pillanatban már vissza is megyek a meditációmhoz. Ja. Tehát ezt értjük az alatt, hogy fölfüggeszteni az ítélkezés szokását. Ja. A meditációban nem ítélkezünk. A meditációban, amikor dolgok megjelennek, tudatban, persze a tudatunkban megjelennek dolgok, akkor egyszerűen tudjuk, azt tudatosítjuk, hogy ez valami, ami a tudatomban megjelent. És annyi, hogy most ez kellemes vagy kellemetlen, ez egy akadályozó vagy egy elősegítő dolog, vagy ez egy zavaró dolog, vagy akármi, ja? Az már bonyolítás, azt már a tudat teszi hozzá. Ja? Tehát csak annyit, azt észreveszem, hogy tudatosult bennem, hogy elszállt egy légy előttem, az azt jelenti, hogy egy megszületett egy gondolat arról, hogy a légy elszállt előttem. Csak ennyit kell tudatosítani. Tehát megszületett egy gondolat. Tehát most röviden csak annyit, azt gondolom, látok. Megszületett bennem egy gondolat, ami egy látványhoz kapcsolódik. Ja? Azt gondolom, látok. Kész. És utána nem megyünk tovább, hanem visszatérünk a meditációt. Ja? Tehát ezzel szemben ugye a hétköznapi tudat azt mondja, hogy ez zavar engem, ez bánt engem, vagy ez kedvez, ez csábít, ez jót tesz nekem, ez kellemes, ez kellemetlen, stb. A meditációban ilyen nincs. És a meditációban így észrevesszük a tudat bonyolító szokásait. Mert a meditációban látjuk, mert a tudat, ugye, az nagyon könnyen. Elszáll a légy, és akkor már nézzük is. Ó, milyen kedves légy. Legyen minden lény boldog. És ez már nem meditáció. Mert hol a meditáció? A meditáció az volt, hogy annyit kellett volna látni, hogy ja, hogy azt gondolom, látok. És amikor elkezd akár pozitív, akár negatív módon bonyolítani, az már bonyolítás, az már nem meditáció. Ja? Az már nem meditáció. Vagy épp ellenkezőleg jön a légy, és akkor kapom a légy, csak előre kikészítem el a légy. Mert tudom, hogy meditáció közben mindig jönnek a légyek. És hogy ne zavarják a meditációmat, lecsapom őket. Ja?
Tehát ez kezdettől fogva nem volt szó meditációról. Tehát meditációban ennyi van, hogy tudatosul bennem az, hogy a, hogy látok, valamit látok, vagy hallok, ennyi. Tehát azt gondolom, látok. Hogy mit? Már nem érdekes. Még kevésbé az, hogy ez milyen hatással van rám. Az már a tiszta ítélet. Ugye, hogy ez kellemes, ez zavarja a meditációmat, hogy ez segíti a meditációt. Ez már mind kiértékelés, ez már mind mentális tevékenység. Ja? Mentális tevékenység. Úgy hívunk, hogy bonyolítás. Bonyolítás. Ja? Ja? Tehát ilyen módon, tehát a meditációban, most hogyha visszatérünk megint ugye a gyémánt úr meditációhoz, ha minden Buddát, minden lényt, minden jelenséget Buddának látok, ja? Ja? Az azt jelenti, hogy nincs értékelés. Ja? Nincs értékelés. Tehát olyan nincs, hogy zavaró Buddha, igaz? Nincs olyan, hogy zavaró Buddha. Ja? Hát a valóságban nincs. Mi szintünkön van. Ja? És akkor ezek a bonyolítások, a tudat bonyolításai, hogy kellemes, kellemetlen, jó, rossz, ezek maguktól föloldódnak. Maguktól föloldódnak. Ja? A minden jelenséget Buddának látok, ezek maguktól föloldódnak. De alapszinten, a mi meditációnkban is, ülünk, egyszer sinni a meditáció, fölfüggesztjük az ítélkedés szokását, és bármi történik, csak odáig megyünk, hogy tudatosul bennem, hogy látok. Vagyis megszületik egy gondolat. Mert van úgy, hogy látunk, de nem születik meg gondolat. Ez is egy érdekes dolog. Tehát látunk dolgokat, mert nyitott szemmel meditál az ember, ugye különösen otthon, ahol nincsen így gyönyörű nő, ugye, aki mind őt nézi. Akkor az ember behunja a szemét. Ja, úgy csinál, mint a meditálna. Pedig csak emlékezik. Lényeg az, hogy odahaza, amikor egyedül van, akkor kinyitja a szemét, ugye, és akkor lát. De lehet úgy látni, hogy nem lesz belőle gondolat. Látsz, de nem lesz belőle gondolat. Hát a meditációban erről van szó. De amikor mégis gondolat lesz, akkor meg kizökkentünk a meditációból. Abban a pillanatban azt kell mondani, hogy azt gondolom, tehát megjelent egy gondolat, ja, azt gondolom, látok, akkor lelepleztem a dolgot, és akkor visszatérek. Ja? Ez nagyon pontosan, ezt nagyon pontosan így kell csinálni, ha ezt nem így csináljuk, akkor az a bambulás. Na, az a bambulás. Az a bambulás. Akkor nem veszem észre, mert az a bambulás. Ja? De ha észreveszem, és képes vagyok ezt a módszert alkalmazni, akkor az nem, az megvilágosodás. Az ott egy pillanatnyi megvilágosodás. Az egy megvilágosult pillanat. Ja? Amikor pontosan tudom alkalmazni a módszert. Jó? Jó az így? Tehát az érzékek észlelnek egy bizonyos tárgyat, amit a tudat kellemesnek vagy ártalmasnak minősít. Ja? Ugye összefoglalásképpen. Tehát észlelek egy tárgyat, az érzékek észlelnek egy bizonyos tárgyat, amit a tudat kellemesnek vagy ártalmasnak minősít. Ja? Ez egy torz kép, a megragadás, a ragaszkodás eredménye.
Ja? Tehát ha ez megtörténik, érzékelek egy tárgyat, és megtörténik az, hogy ezt a tudat kellemesnek, vagy kellemestlennek, vagy ártalmasnak minősíti, ja? Itt kezdődik a szenvedés. Itt kezdődik a létköre. Ezt hívjuk, ez a gyökere a szamszárának. Ez a pillanat, pontosan ez a pillanat. Amikor látok valamit, vagy észlelek valamit, és a tudatom ezt kellemesnek vagy ártalmasnak minősíti. Itt kezdődik, itt bonyolódtam bele a szenvedésbe, itt buktam bele a szenvedés óceánjába. Ja? A ragaszkodásom révén. Ja? A ragaszkodásom révén. Ezzel szemben, ja? Ha elvágjuk a ragaszkodást, akkor az érzékelés bölcsességé alakul át. Tehát mit jelent ez a mi meditációnkban? Érzékeltem egy tárgyat, ja, de fölismertem annak a természetét, és azt mondtam, hogy azt gondolom, látok. Abban a pillanatban az érzékelés bölcsessége alakul át. Ez pedig a megszabadulás, a nirvána kezdete. Ja? Abban a pillanatban ez egy megvilágosult pillanat. Ja? Egy megvilágosult pillanat. Hát ilyen módon az ember egy meditáció során sokszor észlelheti a szamszárának a kezdetét is, meg a nirvánának a kezdetét is. Ja? Ezek valóságos dolgok. Ezek valóságos dolgok. Ja? Ja? Tehát az érzékelés bölcsességgé alakul át. Ez a nirvána tisztaságának átélése, ahol nincs többé szükség a kellemes érzésekről való történő lemondásra. Ja? És ugye ez e módszer szerint, ugye, amiről most beszélünk, ugye a vizualizációs meditációk módszere szerint, a ragaszkodás elvágása érdekében igyekezzünk minden jelenséget Buddha mezőnek, a lényeket pedig istenségnek látni. Ja? Ezt tehát ennek a fajta meditációnak a módszere. Tehát, mint mondtam, különböző meditációk vannak, hogyha ez nem megy, akkor van ez a nagyon egyszerű, hogy siné meditáció. Látjuk a dolgot, nem ítélkezünk, hanem azt mondjuk, hogy azt gondolom, látok, és kész. Az egy megvilágosult pillanat. Kidugtuk a fejünket a szenvedés óceánjából, egy pillanatra kidugtuk a fejünket. És itt borzasztó nagy dolog. Ja? Ezt gyakoroljuk, és ezt egyre többször képesek vagyunk megtenni. Ja? Ja? És ezzel ráhangolódunk arra, hogy a dolgok természetét kezdjük látni. Nem a dolgok, nem a vágy, ragaszkodás szemüvegén keresztül ugye nézzük a dolgokat, hanem kezdjük a dolgok természetét látni. Ja? Természetét. Mert mit jelent ugye ez, hogy meglátok valamit, ugye, megpillantok valamit, vagy meghallok valamit, és akkor azt mondom magamban, hogy azt gondolom látok, vagy azt gondolom hallok. Ez rettenetes bölcsesség van. Óriási bölcsesség van. Ja? Óriási bölcsesség van. Tehát nem azt mondom például, hogy hallom, hogy ugat a kutya. Ja? Nem azt mondom magamra, ez nagyon fontos. Nem azt mondom magam, hallom, hogy ugat a kutya, hanem azt mondom, hogy azt gondolom, hallok. Mert ha ezt képes vagyok ezt így gondolni, az azt jelenti, hogy már tudom azt, hogy a kutyaugatás gondolat formájában jelent meg az én tudatomban. Ja? Tehát én nem is a kutyaugatást érzékelem, hanem azt a gondolatot, ami
megszületett a kutyaugatás hatására. Ez rettentő fontos. Ja? Tehát akkor már értem, hogy a saját tudatom mozdulatát érzékelem. Nem a kutyát. Nem a kutyaugatásra reagálok. A kutya ugathat amennyit akar, hogyha a tudatban nem születnek meg a gondolatok. És akkor a kutya se nem jó, se nem rossz, se nem zavar, se nem kellemes. Kutyaugatás az tisztán hallhatom, anélkül, hogy elterelni a figyelmemet a meditációról. Ja? Ja, nem tudom, van-e valakinek már ilyen tapasztalata, biztos van. De ember ott van, és a dolgok történnek, de nem szakítják meg a meditációt. És nem azért, mert eltompult a tudatunk. Nem azért. Tisztán benn vagyunk a jelenben, de nem szakad meg a meditáció azáltal, hogy valami történik. Most amikor valami történik, és az egy gondolatot ébreszt bennünk, akkor szakad meg a meditáció. És akkor azt észreveszünk, hogy azt gondolom, hallok, tehát észreveszem, hogy a tudatom van, megszületett egy mozdulat, és én azt észlelem, ja, abban különben lelepleztem a történésnek a természetét, a valódi természetét, ja, és akkor szabad vagyok. Ez magának a megszabadulásnak egy pillanata. Érthető ez? Érthető ez? Mondjátok vissza. Ez nagyon fontos, ez nagyon fontos megérteni. Nagyon fontos megérteni. Érthető ez, amit mondok? A különbség? Tehát mi nem a kutyaugatásra reagálunk, hanem arra a gondolatra, amit a kutyaigatás kivált bennünk. Ja? Arra a gondolatra. És erre képesek vagyunk, az magának a megszabadulás. Hogy ezt leleplezzük, ha ezt leleplezzük, az magának a megszabadulásnak a pillanata. Ja? De ha ezt nem leplezzük meg, hanem belebonyolódunk, ugye, a kutya ugat, milyen kutya, kis kutya, nagy kutya, minek ugat, nyakon vágom, ja? Akkor az magának a szamszárának a folytatódása. Ja? Magának a szamszárának a folytatása. Ja? És akkor belevesztem. És akkor ott evickélek benne sokáig, 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 akármeddig. Ja? Lehet, hogy percekig vagy órákig. És akkor egyszer csak eszembe jut, hogy ha, hát itt ülök egy órája és álmodozom, hogy pillanat meditáció sincs. Akkor megint ez megint a fölébredésnek egy pillanata. Szóval, amikor így rádöbbenek, hogy ha, a tudatom. Ja? És akkor lehet, hogy egy rövid ideig megint szabad vagyok. Ja? Tehát ezért nem érdemes túl sokáig meditálni. Rövid időket meditálunk, mert ugye kezdetben ez egy nagy probléma, hogy a tudat elúszik. Álmodozásba megy bele. Álmodozásba megy. Tehát megcsináljuk a relaxációt az elején, és utána nem erőltetjük a tudatot, hanem rövid, akár 5 perces, és az többször. Akkor kicsit pihenünk, elszívünk egy cigit. Persze. Hogy elküldünk egy pár SMS-t, és utána folytatjuk. Ja? Megjön egy 5 percig, és aztán... Tehát, hogy ne erőltessük a tudatot fölöslegesen. Tehát ülünk, fárasztjuk magunkat, és egyáltalán nincs meditáció, hanem csak teljesen el vagyunk havazva, hogy annak nincs sok értelme. Igen? Hogyha érdekes számunkra, akkor szeretném megtudni, hogy a 6. meg a 7. tudat között mi a különbség? Szóval, hogy, mert ugye van valami, hogy még bonyolultabban csináljuk ezt az egész fogalmat. Igen. Ugye a 6. tudat az a tudat. Tehát gondolat, gondolatok. A gondolat is egyfajta, hogy mondjam, érzék. Az a 6. érzék. A 6. tudat az a 6. érzékünk. Ja?
ugye, hogy a szemünkkel látunk, látástudattal látunk, ugye a hatodik tudattal pedig fogalmak, gondolatok, ja, annak a tudata ez, fogalmak, gondolatok, ez egy hatodik érzék. Tehát ugye gondolatokkal is érzékelünk, és azokat is érzékeljük, igaz? Csinálunk belőle fogalmat. Tessék? Abban a lépésben csinálunk belőle fogalmat. És a hatodik tudat az, ami értékel is, az értékeli a benyomásokat. Uh-huh. Ja, az bonyolít már, a hatodik tudat bonyolít, a hetedik tudat pedig mindent összezavar. Ja? Tehát a hatodik tudat az így működik, az fogalmi tudat, az fogalmi módon működik. Tehát például meglátunk valamit, és akkor a hatodik tudat azt mondja, hogy ez szép. Az már a hatodik tudat. Ja? De a hetedik tudat az egészet megnehezíti, mert annak az a lényeg, mint egy nagy kalapács, hogy mindent apróra zúz, tör zúz. Tehát ugye a tudat nem így szépen folyamatosan simán működik, ugrál össze-vissza. Na ez a hetedik tudatnak a műve, hogy a tudat ugrál össze, tehát totálisan összezavarodik a tudat. Tehát még ülünk és meditálunk és jön, hallgatjuk, hogy kutya ugat, és akkor a hatodik tudat azt mondja, ugat a kutya, és ez zavar engem, és ez nem jó, igaz? De ezt se gondoljuk végig, mert közben már egész másra gondolunk, ez más jut az eszünkbe, hogy jaj, viszket, és akkor közben mit tudom én, ez is van, eszünkbe jut valami, meglátunk valamit. Tehát ez a mozaikolás, tehát szétteri, összetöri a... Nincsenek hogy mondjam, végig gondolt gondolatmenetek, ja? Hanem ugrál a tudat, na, csapong, ugrál tudat. Tehát ez nagy, mint egy nagy kalapács. Van egy tükör, és akkor nagy kalapáccsal apróra törjük. Tehát a tudat a tükör, és ez a hetedik tudat az apróra törjük nagy kalapáccsal a tükröt. Ja? Ez a hetedik tudat. Tehát minden totálisan összezavar. Ja? Ne legyenek összefüggő, szépen menő gondolatmenetek, mert nincsenek. Ja? Hol kezdődik vajon bennünk? Hogy? Ez vajon hol kezdődik bennünk? Hogy még ennek van még egy oké roka, akkor? Tehát, hogy nem tudjuk így meg... Ez a hét tudat. A nyolcadik tudat az alaptudat. Az alaptudat. Egyszerűen a hetedik tudatnak ez a funkciója. A nyolcadik tudat az az alaptudat. Az alap vagy tárháztudatnak is hívják, amiben ugye az összes karmikus lenyomatok megmaradnak. Az összes életünkből. Az összes karmikus lenyomatok ott vannak elraktározva. Az a nyolcadik tudat. Ennek van valami feladat ennek a hetedik tudatnak? Ez a feladat. Ja, ez az egy feladat, van más nincs. Összezavar mindent, összekuszál mindent. Igen? Hát és amikor észreveszem, hogy nyugrál a tudat, akkor olyankor mi a teendő? A teendő most ugye nagyon egyszerű, ugye a tudat, a test figyelmességével foglalkozunk, ja? A teendő csak annyi, azt hagyod, nem kell beavatkozni, hagyod, mert nincs, hozzá semmi baj nincsen, egyszerűen a tudat, hanem ugye ha az ember ül, ugye rendszeresen ül, és mondom, itt fontos, hogy ne fárasszuk ki magunkat, mert az nem jó, akkor az ember ugye az egész meditációt előbb-utóbb kellemetlen, tehát egy kellemetlen élmény lesz. És az ember az elején nagyon ráhajt, és utána, amikor mindig az van, hogy na, kifárasztja magát, a végén elkezd viszonyogni, és akkor már nem akar. És akkor a vége az lesz, hogy nem fog meditálni egyáltalán, mert csomó kellemetlen, tudatalatti kellemetlen élménye van a meditációhoz kapcsolódóan. Ja? Tehát a meditáció nem szabad kifárasztani magunkat, de rendszeresen ülünk, akkor kezd kialakulni ez a bizonyos közvetlen test érzékelés. Ja? És az kezdi ellensúlyozni ezt a zavaros csapongó tudatot. Tehát egy új dolog kezd kialakulni az emberben, amiről nem is lehet beszélni, mert nincs mit beszélni róla. Ja? Ez kialakul. Tehát ez olyan, mint a biciklizés.
Ugye az ember az elején a tudatával biciklizik. Ja? Elképzeli, hogy biciklizik. De nem tud biciklizni, mert fölborul. Ja? De a tudatával már tudja mindent, és akkor próbálkozik, de megint csak fölborul. Igaz? És akkor egyszer csak ráérez. Igaz? Egyszer csak ráérez. És attól közben megy. Ja? Tehát ehhez hasonlóan alakul ki ez a test, hogy ülök, tudok ülni. Ugyanúgy, hogy tudok biciklizni, tudok ülni. De ez egy nagyon konkrét dolog. Ja? Ez alakul ki. És ez nagyon fontos, hogy kialakuljon, mert enélkül semmi meditációt nem tudunk csinálni. Összekeverjük a testet a tudattal, meg minden teljesen reménytelen a helyzet, teljes kuszaságban. És akkor az ember harcol ugye a gondolatai ellen, próbál vizualizálni, de a gondolatok mindent ugye össze-vissza átszőnek, meg összezavarnak, stb. Tehát egy szörnyű nyüglődés, kínlódás az egész. Tehát először a test tudatosságát, vagy a test figyelmességét csinálni kell, hogy kialakuljon ez, hogy tudok ülni. Egyszerűen tudok ülni. Ugyanúgy, hogy tudok biciklizni, vagy tudok úszni. Az egy nagyon konkrét dolog. No, mostantól tudok úszni. Eddig nem tudtam, most már tudok. Nem tudom, hogy, de most már tudok. Ugyanígy, eddig nem tudtam biciklizni, most már tudok. És tényleg tudok. Nem csak mondom magamnak. Nem tényleg tudok. De az gyakorolni kell a biciklizést, igaz? És akkor egyszer csak bekattan, és attól kezdve az ember tud biciklizni. És azt első felejti soha többet. Aki egyszer megtanul biciklizni, az nem tudja elfelejteni, igaz? Ugyanígy vagyunk az üléssel is. Rendszeresen ülünk, anélkül, hogy túlfárasztanánk magunkat, és egyszer csak érezzük, hogy na, most már tudok ülni. És akkor kezd rendeződni a tudat. Ez a rendeződésnek az első lépése. Tudok ülni. Egy érzés, na, szóval egy élmény, ugye? Tudok ülni, ugyan, mint tudok biciklizni. Ja? Ha ez nincs, akkor nem tudunk függetleníteni, akkor minden összekuszálódik, akkor a gondolataink teljesen összezavarnak bennünket. Minden csak gondolat és egy ilyen massza, ami kibogozhatatlan. Jó ez így? Igen? Ezt lehet mondani akkor, hogy ez a hetedik tudat, ez a én és más megkülönböztetésnek a következménye? Ez, hogyha azon felül tudnánk emelkedni, akkor nem lenne ilyen töredezett a tudatunk? Hát ez az egész annak a következménye. Az egész. Tehát ez mind a zavaros tudatnak a fölépítését, amiről beszélünk. És az mind az én és más megkülönböztetéséből jön. Ja? Mind abból jön. A megvilágosult lények a szemükkel hallanak, az orrukkal látnak, a nyelvükkel szagolnak. Tehát nincs már ez a hölgy, ami nálunk van. Ja? Tehát ők a tudatukkal, minden a tudattal. És ezért a tudatot nem korlátozzák az érzékszervek. Arra gondoltam, hogy lehet, hogy ez az első lépés, mert ugye a nyolcadik tudatban ott azért egyben van, minden az végülis, ugye, hogy ebből a szempontból úgy rendbennek tűnik az én számomra, akkor ebből... Nem, a nyolcadik tudat az már a zavaros tudat. Egyet van, ezt két aspektusból szoktak róla beszélni. Van olyan hagyomány, ahol azt mondják, hogy nyingben hagyományban a nyolcadik tudat, illetve az alaptudat az már, hogy a megvilágosításhoz kapcsolódik, de mi nálunk, a mi rendszerünkben az a zavaros tudat. Miért? Ez csak névhasználat. Ez csak név, szóhasználat. De mi az oka, hogy ez már hosszú? Hogy? Mi az oka, vagy mi a magyarázat, hogy a hosszú? Hagyományok, különböző hagyományok. Ja, az egyik hagyomány, hogy hívják, merőkanálnak hívja, a másik szedőkanálnak hívja, ugyanazt a dolgot. Ja? De nem is ilyen értelemben, hogy összehasonlításkép példa kell, hanem hogy miért nincs úgymond rendben. Tehát ott elvileg... Ja, hogy az alaptudat miért nincs rendben? Nem, hogy ugye egybe van minden, Nem, az eleve már a kettős tudatnak a
tartományába tartozik. Ja? Tehát az csak az én tudatomnak a... Így van, az, ja, az már a kettő, kettős tudatnak, a dualisztikus kettős tudatnak a tartományába tartozik. Aha. Alaptudat. Nem a közös mindannyiunk tudat, hanem az én csomagom, úgymond. Ja. Hát azt mondom, hogy értem. Köszönöm szépen. Ja. Ja, na, jól van akkor. Van még valakinek mondani valója? Igen? Mit? A mester és a két tanítványokat fejezni. Hogy fejezzem be? Igen. Odáig eljutottunk, hogy megjöltek. Ja, hát utána nem rózsás a folytatása neki. Nem rózsás a folytatása, kellemetlen a folytatása. Hát aztán később, amikor meghalt ez az ember, ez a tanítvány, aki megölte a mesterét, ez Rudraként született. Rudra. Az egy szörnyetek, tehát egy szörnyetekként született. És akkor rettenetes dolgokat csinált. Ja? Rettenetes dolgokat csinált. Rudraként született, torszülöttként született, szörnyetekként született, és nagyon sok rosszat csinált. Borzasztó. Szenvedéseket. Ugye folytatta, szenvedéseket okozott másoknak, ő maga is ugye szenvedett nagyon sokat. Ja, ez a folytatás. Rudra. Nos. Akkor mindenki boldog, elégedett. Jó. Nos, akkor befejezzük most, és akkor gondoljunk vissza a mai napra. Mai napot ugye belső ösvénnyel töltöttük, ami egy nagyon nagy dolog. Tehát bármilyen módon foglalkozunk a belső ösvénnyel, ha csak olvasunk róla, vagy hallunk róla, beszélgetünk róla, tanítást hallgatunk, meditálunk, gyakorolunk, ez mind nagyon-nagyon sok, nagyon nagy pozitív energiát szabadít föl a tudatunkból, a Buddha természetünkből, az alapvető jóság tudatunkból, és tehát ez tény, ez megtörtént, és ezt a hatalmas, pozitív érdemhalmazt energiát, ami szeretet és bölcsesség energia, ezt most meditáció, illetve a dharma foglalkozás végén mindig megosztjuk mindenkivel, az összes lényel. Mert gondoljátok most ezt így át, örüljetek, mert legyetek nagyon boldogok azért, hogy ez most ma megtörtént, hogy hát a dharmával tudtunk foglalkozni, és ne gondoljátok, hogy ez egy valami kis jelentéktelen kis hétköznapi dolog, hanem gondoljátok azt, hogy ez egy valóban rendkívül és értékes dolog, és ezt a mérhetetlen értéket, ezt most közkincsé tesszük, az összes lénynek felajánljuk, mert hiszen azért foglalkozunk a dharmával, hogy azzal is a világ javát szolgáljuk, a világ javát mozdítsuk elő, és most ugye ezen a módon megtörténik, hogy fölajánljuk
az összes lénynek azt a sok-sok pozitív energiát. Azzal a kívánsággal, hogy ezáltal érje el az összes lény a tökéletes megvilágosodást. És szabaduljon meg minden szenvedéstől. Ebben benne van ugye természetesen a kívánság, hogy érjenek véget a háború, gyógyuljanak meg a betegek, és az összes többi szenvedés érjen véget. Akkor köszönöm a mai napot, és jó folytatást kívánok mindenkinek. Holnap 8 órakor Tara meditáció van, 10 órakor pedig tudatépítés, ahogy szoktuk. Ma este 5-kor pedig van valami mozi. Nincs mozi? Igen, gondoltuk, hogy a csúfak és gonoszat, azt még nem láttuk. Azt nem láttuk még? Na hát ez kapcsolódik a mai történethez. Jó. Jó.